Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket! Ezekben a tavaszias, friss, lendületes energiákban bízom benne, hogy mindenkinek inspirációval teli asztrológiai évkör kezdete volt. Ugye ez volt március 20-án. Nagyon erősen éreztem a hívást arra, hogy videót készítsek, viszont konkrét téma nem érkezett meg hozzám azzal kapcsolatban, hogy milyen kollektív vetés készüljön, így arra gondoltam. Végig megyek ugyanúgy a 12 csillagjegyem, és megnézzük, hogy ezekben az aktuális energiákban milyen üzenet nyilvánul meg most itt az energiatérben. De még mielőtt elkezdeném ezt, szeretnék a figyelmetekbe ajánlani pár dolgot, hogyha szeretnél ingyenes meditációkat végezni, akkor szeretettel ajánlom a figyelmedbe a Hold Udvar Facebook csoportot, itt általam csatornázott meditációkat találsz különböző témákban. Hogyha úgy érzed, hogy szeretnél egy picit mélyebben dolgozni magadon és kapcsolódni az archetipusoknak megfelelően adott blokkokhoz, akkor szeretettel várunk téged Zsanival a Csillagévkör Koshava 21 napos online programunkban, amíg a Koshava tart, addig tudsz csatlakozni ehhez a programhoz, és folytatjuk majd a bikaikrek rák és a további csillagjegyekkel is, ahogy a napjegyet vált. Illetve, hogyha egy nagyon kedves, emelő, támogató közösség tagja szeretnél lenni, akkor nagyon sok szeretettel várunk az Aurora Kör csoportunkba. Itt Verussal és Nikivel dolgozunk együtt. Itt tudsz ebben a csoportban privát kártyavetésre jelentkezni, és havonta egy-egy téma mentén kapcsolódunk bizonyos önismereti dolgokhoz, igyekszünk segíteni az önismeret mélyítését, illetve üzeneteket szoktunk átadni, és bizonyos tartalmakat kibontani. Mindemellett, hogyha szeretnél tájékozódni további szolgáltatásaimról, melyek közt egyébként megtalálható a privát kártyavetés, illetve az asztrológiai elemzés, energetikai oldások, akkor azt a Tudatszirmok Facebook, illetve Instagram oldalon megteheted. Arra inspirállak, hogyha a napjegyed mellett tudod a hold, illetve az aszcendens jegyedet is, akkor hallgasd meg azokhoz a jegyekhez kapcsolódóan is az üzenetet, annak érdekében, hogy egy árnyaltabb, részletesebb üzenetet, képet kaphass arról, hogy mi is nyilvánul most meg itt az életedben, a tavaszi energiákban. De akkor nézzük is, hogy milyen üzenetek nyilvánulnak meg most a térben. Sziasztok, kedves mérlegek! Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket is. És nézzük is akkor, hogy ezekben a tavaszi energiákban milyen üzenet bontakozik ki most itt a számotokra. Mielőtt felfordítanám a lapokat, most is megpróbálok nektek csatornázni, hogy mit tudhatunk arról, hogy milyen energiák vannak jelen a ti életetekben most. Itt is megjelenik valamilyen formában az űr energiája, több jegy volt, ahol megjelent maga az űr energia. Viszont azt látom, hogy ti lehettek az a jegy, aki ezt így most elég nehezen viseli, és mint hogyha ki akarna már törni ebből az űrállapotból. Viszont ez az űrnálatok olyan formában jelenik meg, mint hogyha benne lennétek egy ilyen védett burokban, mint hogyha az anyamében lennétek, és onnan készültök tulajdonképpen egy picit újjászületni, de hogy még annyira sérülékeny az a minőség, ami megszületett bennetek az elmúlt időszakban, hogy még nem feltétlen tud felrepedni az a magzatburok, és nem tud elindulni tulajdonképpen az az intenzív energiaáramlás, amire ti vártok, de én azt érzem, hogy ez hamarosan el fog indulni, be fog indulni. Érzékelhetitek persze természetesen úgy, mint hogyha látszólag nem történne semmi, de azt hallom, hogy komoly integrálódás zajlik most az életetekben, tehát hogy komoly folyamatok azok, amin keresztül végigmentetek, és ezáltal most integrálódik ez
tulajdonképpen a személyiségetekbe, az energiarendszeretekbe, és amint ennek a folyamatnak vége lesz, én azt érzem, hogy be fognak indulni a dolgok. És nagyon erősen hallom áprilist, hogy ez áprilisban még meg fog történni, csak egy kicsit legyetek türelemmel, ne küzdjetek ez ellen a folyamat ellen, és az ellen, hogy most az van, ami. A szerelmi csalódás energiája jön be, lehet köztetek olyan, aki most van túl egy szerelmi csalódáson, vagy most kellett szembesülnie egy olyan igazsággal, ami érinti a párkapcsolati életét. És most áthatja itt ezt az energiaszálat egy kicsit a hiába valóság energiája, mint hogyha ha kezdenétek egy picit feladni a reményt a párkapcsolatokban, a szerelemben, mint hogyha ha így valaki azt mondaná, hogy de annyit dolgoztam magamon, annyit tettem azért, hogy egy egészséges párkapcsolatot tudjak működtetni, és hogy mégsem sikerül, mégsem működik. Lehet, hogy van köztetek olyan, aki ezt a hiába valóság energiáját picit a munkájába éli meg, hogy csak teszi, csinálja a dolgokat, de mégsem látja úgy a munkájának az eredményét, mint ahogy ő azt szeretné, vagy ahogy gondolja, hogy kellene. Azért még hatos energiája jelenik meg most így a lelki szemeim előtt, hogy nézd meg, hogy nem adsz többet, mint amennyit kellene, és hogy be tudod-e fogadni azt egyébként, amit szeretnél, tehát hogy készen állsz-e arra, hogy befogad, be tudod-e fogadni azt, amit vissza szeretnél kapni, vagy egy picit elzárod magad. Na jó, nézzük, hogy mit mutatnak a lapok. Szembenállás kártyája, és a szextil kártyája. Itt a szextil energiájával abszolút mutatja nekem ez a lap, hogy ott vannak azok a lehetőségek. Ugye szextil mindig egy lehetőséget jelöl, amiért, hogyha teszünk, akkor beáramlik, vagy megérkezik az a fajta lehetőség, vagy az a fajta potenciál, amit szeretnél. Viszont ugye ezért tenni kell. Tehát, hogy itt megnézem, hogy mi ez pontosan, mi az, amiért tenni kellene a mérlegnek. Mi az, amiért tenni kellene? Bocsánat, csak itt túl sok kártya esett ki, úgyhogy mindjárt még kérek egy lapot ide, hogy mi az, amiért tenni kellene a mérlegnek. Van ugye egy elég intenzív védekező energia, kicsit ez a távolról szemlélek valamit, hogy biztos ne sérüljek, vagy ne égessem meg annyira velem magamat. És olyan, mintha kicsit így állnám mostanában az élethez is, hogy így jó, belengedem magam bizonyos szintig, de nem túlságosan, mert hogyha nagyon elvisz az áramlás, akkor abból esetleges egyensúly felborulás lehetséges, vagy valami olyan, amit egyszerűen félsz megélni, vagy tartasz tőle, és inkább ugye elzárod magad, illetve ezzel a lappal kapcsolatban jön egy olyan energia is, hogy a lehetőségeiddel kapcsolatosan látsz valamilyen fajta akadályoztatottságot, tehát hogy nem tudsz élni azzal a lehetőséggel, nem tudsz tenni érte, mert hogy nem tudom bármi okból kifolyólag, és ezek az akadályok tulajdonképpen igazából teljesen átléphetőek lennének, mert egy picit olyan nekem ezzel a lappal keveredve, mint hogyha csak a képzeletedben lennének ott ezek az akadályok, és valójában igazából nincsenek.
olyan komoly akadályoztató tényezők, mint amit te gondolsz önmagában. Meg egyébként ezzel a lappal ugye behozzák a gyermekkor energiáját is, tehát hogy valamilyen gyermekkori hitrendszer, nézőpont, emlék, esemény, bármi gátló tényezőként jelenik meg, amiért nem tudod magad úgy beleengedni ezekbe a folyamatokba, és nem tudsz azzal a teljes lendülettel tenni ezekért, de mi ez a gyerekkori emlék? Mit tudhatunk erről? Mi ez a gyerekkori emlék, élmény? És az jött, hogy még húzok ebből a pakliból is. Szépen is ki is pattant. Itt ezzel a két lappal azt érzem, hogy most ez számomra mutat egy kicsit instabil gyerekkor, tehát hogy lehet köztetek több olyan személy, akinek a gyerekkorában elég komoly instabilitások mutatkoztak meg, ez lehet érzelmi instabilitás, a szülők nem voltak érzelmileg elérhetőek, elfordultak tőled, amikor az érzelmeidet szeretted volna kifejezni, vagy fizikailag nem tudtak ott lenni, nem tudott ott lenni mindkét szülő, választanod kellett. Lehet, hogy nagyon-nagyon hányatott anyagi körülmények közül érkezel, és azt kódolod, hogy nem lát, nem jár neked ez. Igen, a szegénység tudat az abszolút bejön, és itt az atléta lapjával pedig az erő. Az erő nagyon erősen, minthogyha egyrészt a szavak ereje, mivel hogy ugye kék háttérrel rendelkezik ez a lap, tehát hogy nem mondhattad ki, nem mondhattad el, nem beszélhetted ki magadból, illetve, és a fizikális erő is abszolút, tehát hogy ez a, nekem úgy sincs erőm ahhoz, hogy megugorjam ezt, vagy úgy sem tudom megcsinálni, és amikor van egy ilyen alapbeállítódás a személyiségbe, hogy mondjuk nem kaptál kellő dicsérő szavakat, elismerő szavakat gyerekkorodban, amire vágytál volna egyébként, és azzal lehet egy ilyen alapbeállítódás benned, hogy nekem ez úgysem megy, úgysem fog sikerülni, és ez is hozhatja ugye ezt a védekező álláspontot, hogy itt vannak a lehetőségek, amikkel élhetnél, viszont nem teszed, mert hogy az az alaphangoltságot, hogy bármibe kezdek, az úgysem megy nekem. Mit tudhatunk itt erről, hogy hogyan lehetne ezt oldani? A harc lapját kaptad, hogy harcolj azért, amit szeretnél, harcolj a lehetőségeidért, ne add fel, és attól, hogy azt látod, hogy valaki jobb nálad bizonyos dolgokban, az ne szegje kedvet, hanem hasson rád így motivációként, hogy de én is el tudom érni, hogyha teszek érte. Tehát, hogy itt most a harc nekem abszolút egy pozitív aspektusként jelenik meg, amikor így lendületből, tetterővel, igenis teszek érte, beleállok, megyek, és harcolok azért, amit szeretnék elérni, és teszek azért, amit szeretnék elérni. Hogy ne add föl. És most így az van a víziómban, van egy út, amin megy egy ember, halad egy ember, és karnyújtásnyira van a cél. De ott készül pont föladni a cél előtt. Tehát most jön ebből nekem egy ilyen kitartásra ösztönzés is, hogy még egy kicsit tarts ki. Mindjárt ott vagy, látod, ahogy itt eléri majdnem a lángokat, tehát hogy majdnem ott vagy már, majdnem ott vagy, ahol szeretnél. Szóval még egy picit tarts ki, és
küzdj, és nem baj, hogyha nem tudsz minden nap ugyanazzal a lendülettel tenni a céljaidért, vagy tenni a lehetőségeidért, de ha csak az a lényeg, hogy tegyél, tehát hogy ne add föl, ne hagyd abba a cselekvést. Nyilván most ezt egy egészséges mederbe, tehát hogy ne, azért ne legyen benne egy túlhajszoltság sem, de hogy ne add föl. És itt a szembenállás lapjával jön az egyensúly, hát milyen érdekes, hogy ilyen mérleként pontosan az egyensúlyra való törekvést, vagy az egyensúly lapját kaptad, viszont olyan nekem ránézni most erre a kártyára, minthogyha ha így egy kicsit elfáradtál volna abba, hogy az egyensúlyodat keresd. Mert ugye az egyensúlyi állapotunk nem egy konstans állapot, hanem ez egy folyamatos mozgásban lévő energia, ami által törekszünk éppen aktuálisan az egyensúlyi állapotunkra. És mint hogyha egy kicsit így elfáradtál volna abba, hogy jó, elég volt most egy picit, hadd álljak meg, teljesen mindegy, hogy hogy vannak a dolgok, de nincs kedvem most az egyensúlyomat keresni, körülbelül így ez az energia, és hogy el vagyok egy picit fáradva. Hogyha el vagy fáradva, akkor engedd meg magadnak egy picit a pihenést, és ne abból a fáradt energiából próbálj komoly döntéseket meghozni, mert ez nem feltétlenül biztos, hogy jóra vezet. És a konfrontáció lapja és a tükör szó, vagyis a konfrontáció szó és a tükör szó az, amit húzza a szemem, és a tesztek. Könnyen meg lehet, hogy teszteket kapsz az elkövetkező időszakban, vagy már kaptál is azokkal a témákkal kapcsolatosan, amit az utóbbi időszakban megfejlődtél, vagy így megértettél. Pontosan azért, hogy ez így a gyakorlati oldalra is integrálódjon. És azt érzem, hogy több olyan konfrontatív helyzettel találkozhatsz, amiben régen esetleg nem mertél beleállni, de most már belemész. Mire figyeljen ezekben a helyzetekben? Amiért mire figyeljem? Négyesek vannak lent, tehát a stabilitásod megőrzésére mindenképp. Tehát, hogy úgy menj bele a konfrontatív helyzetekbe, hogy ne engedd magad kibillenteni teljesen. Tehát, hogy te ne billenj ki, és tartsd meg azt a fajta stabil energiát, ami benned van. És itt a pihenés és az örömlapját kaptad, minthogyha arra szeretnének ösztönözni, hogy azzal fogod újra visszakapni az egyensúlyi állapotodat, hogyha megengeded magadnak a pihenést, ugye, amiről beszéltem, illetve olyan tevékenységeket végzel csak úgy, ami örömet okoz, tehát hogy céltalanul csak úgy olyan dolgokat, ami örömet okoz, és nem kell, hogy minden tevékenységednek az életedben értelme legyen. És itt ez a halál energia mutatja nekem itt a kapcsolati energia megszűnését, hogy igen, vége lehetett egy kapcsolatodnak, lehet ez egy baráti kapcsolat, emberi kapcsolat, szerelmi kapcsolat, de ugye az elején csatornázott üzenetben inkább a szerelmi oldal jött. De itt erre ránézek, hogy mit tudhatunk erről. Azt látom, hogy egy olyan személy lehetett, akivel egy elég határtalan boldogságot éltél meg, és azt hihetted, hogy ő lesz az, aki. Viszont mégsem így alakult, és emiatt is pihenésre lehet szükséged a szívednek a begyógyítására, és hogy visszatalálj ehhez az állapotodhoz, ehhez az energiához, ami azt mutatja, hogy,
hogy te jó, elég jó vagy, hogy szerethető vagy, hogy ott van benned az a férfi vagy női minőség, ami bölcs, aki tudja, hogy merre tart, aki örül, boldog, vidám, tehát hogy így ezek az energiák, vagy ezek a dolgok, és ha megnézed, ránézel erre a képre is, tehát hogy olyan stabilan állott az a nő, egy érmék 9-es lapról beszélünk, tehát hogy ez a tudom, hogy megérdemlem, tudom, hogy én elég jó vagyok, tudom, hogy jár nekem az, amit szeretnék teremteni az életemben. Ide kellene visszatalálnod viszont, amikor fáradtabb vagy, amikor történik valami szívfájdalom, amikor nehézségekkel szembesülünk, és benne vagyunk abban az energiában, hát persze, hogy nehéz magunkat így látni, és nehéz magunkra így tekinteni. Csak arra figyelj, hogy az, hogy ebben az energiában éppen aktuálisan hogyan tekintesz magadra, az ne határozza meg túlságosan az önképedet. Mert lehet, hogy egy szituációban most elbuktál, lehet, hogy csalódtál, lehet, hogy azt tükrözték neked vissza, hogy nem vagy elég jó, hogy nem vagy elég értékes, hogy nem tudják mondjuk neked megadni azt a fajta szerelmi kapcsolódást, amire te vágynál, de ettől függetlenül még megérdemled. Csak lehet, hogy nem azzal a személlyel, csak lehet, hogy még nem most. De fontos, hogy visszataláljál ebbe az állapotba. És azt látom, hogy amint meg lesz ez az állapot, most az van a víziómban, az a fajta burok, ami ott volt körülötted a vízióm elején, akkor, vagy a csatornázott üzenet elején, akkor az ott fel fog repedni. És miközben kevertem a paklit, még ez a kártyalap esett ki, ami felhívja nekem a figyelmet az energetikai védelemre, tehát hogy figyelj oda, hogy ebben az időszakban most kivel kapcsolódsz, kinek adsz az energiádból, oszd be tudatosan, hogy maradjon magadra is. Mert így fogsz tudni visszatalálni ebbe. Nem úgy, hogy szétforgácsolod magad. Nézzük még meg ezt a két lapot. Az igazság és a meditáció lapja. A meditáció lapjából abszolút valami olyan tevékenység jön, amiben el tudsz veszni, amiben ki tud kapcsolni az agyad, az elméd, és csak a tevékenység öröméért végzett. Tehát azt mondják, hogy bármi, amit jelenléttudattal végzünk, legyen az egy alkotó folyamat, főzés, bármi, az meditációnak minősülhet. Úgyhogy keres valami ilyen tevékenységet ezekben az időszakokban. És itt az igazság lapja. Ami nekem abszolút összekapcsolható ezzel a lappal. Lásd a fényed, tudd az erőd. És legyen bátorságod átsétálni, vele sétálni az igazságba. Itt van valami, amivel nem szeretnél szembesülni. Én azt látom, mi az, amivel nem szeretne szembesülni a mérleg. Mivel nem szeretnének szembesülni a mérlegek? Így ebből a két lapból nekem az erő jön, hogy nem szeretnél szembesülni, találkozni a benned szunnyadó erővel. Mert hogy óriási erő rejlik benned, egy óriási teremtő, kreatív inspiráció, ami mint hogyha le lenne folytva a mélybe, mint hogyha ott le lenne fogva, de olyan érzésem van, mint hogyha te fognád vissza saját magadat. Te fognád vissza saját magadat, és te nem szeretnéd úgymond ezt meglátni, vagy nem szeretnél ezzel az erővel élni, mert,
Lehet, hogy a számodra is még ijesztő. Vagy hogy nem tudod, hogy elbírsz-e a benned lévő erővel. De tudd azt, hogy ez ott van benned, és tényleg csak arra vár, hogy kibontakozhasson benned, és akkor még nagyobb értelmet nyer itt a vetésnek az eleje, hogy valószínűleg ezért nem akarsz harcolni. Mert ahhoz pontosan erre az erőre lenne szükséged, de ezt még nem mered fölengedni. Mi kellene ahhoz, hogy mérlegek fölengedjék magukból ezt az erőt, ami ott szunnyad bennük? Csak el kéne indulni. Lassan. Tehát, hogy nem kell ezt és felvállalni. Felvállalni magad előtt, hogy ez ott van benned. Meg felszabadítani magadban. És csak elindulni felé. Tehát, hogy nem kell az, hogy most ez egyszerre bum, kijöjjön belőled. És nem kell egyszerre megtanulnod kezelni, hanem szépen lassan, lépésről lépésre elindulni e felé. És minél inkább teszel lépéseket afelé, hogy megismerd a benned szunnyadó erőt, annál jobban fog benned kibontakozni, de mintha te szeretnéd elkerülni a kibontakozásnak a folyamatát. De amint megteszed az első lépést, és haladsz lépésről lépésre e felé, annál inkább nőni fog benned a bátorság, hiszen meg fogod tapasztalni azt, hogy tudsz élni ezzel az erővel. Jó, kedves mérlegek! Hát elég izgalmas belső utazás ez most a számotokra, én úgy látom. Kitartást nektek, és sok-sok bátorságot. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Sziasztok! Sziasztok, kedves skorpiók! Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket. Mielőtt felfordítanám a lapokat, megpróbálok a számotokra is csatornázni. Mit tudhatunk arról, hogy milyen energiatér bontakozik ki körülöttetek jelenleg? Olyan, mintha egy személy szeretne a számotokra üzenni. Viszont mielőtt átadnám itt ezt az üzenetet, arra szeretnélek kérni titeket, hogy kezeljétek ezt az üzenetet helyén is, és abban az esetben vigyétek magatokkal, és vegyétek magatokra ezt az üzenetet, hogyha magatokra ismertek ebben az energiában. Hajnalban mentél el. A lépteidre ébredtem. Hűlt helyed nyomát találtam az ágyban, és azt kívántam, bárcsak maradtál volna, de én sem tudtam azt mondani, hogy maradj, mert talán egyedül kell, hogy haladj. Nem lehetek ott melletted, mert nem tudlak úgy szeretni, ahogy szeretnéd, hogy szeresselek. Hát ez egy nagyon megható üzenet volt, és bízom benne, hogy akinek kell, ott célba fog érni ez az üzenet, és válaszokra leáll ezáltal az üzenet által bizonyos tekintetben. Azt érzem, hogy ez a személy nagyon vágyakozik még mindig utánatok, viszont nem mer lépni, mert fél, hogy nem tudna úgy kapcsolódni hozzád, ahogy
ezt hallom, hogy ahogy te méltó lennél arra, és amit te idézőjelesen megérdemelnél. Kérek-e itt a személyre egy lapot, mit tudhatunk erről a személyről? Ha tudhatunk valamit, hogy könnyebb legyen számotokra beazonosítani. Azt látom, hogy ő valószínűleg egy ilyen, hát magányos farkas típus, és talán mintha önmagát ítélte volna magányra és egyedül létre. Elég nehéz terheket cipel magával, és nagyon nehezen billen ki abból az energiából, ahogy a nő éli az életét. És valószínűleg nagyon erősen hordoz magában vízes tendenciákat, tehát skorpió, rák, vagy halak energiát. Nézzük még, hogy milyen lapokat kaptatok. Az ötös ház és a trigon lapja. Az ötös háza alapvetően jönnek az életörömök. Most egy nagyon sötét időszakot látok a víziómban, amiből ilyen viharos, önpusztítással, neheszteléssel, fájdalmakkal teli, és olyan, mintha ebből az időszakból lépnétek ki, és ezt jelzi ez a kártya, hogy mintha már nyitottabbak lennétek az életörömök befogadására, mintha térne belétek vissza az élet iránt érzett szenvedély, érzékelheted úgy, hogy több a kreatív energiád, van kedved alkotni. És tehát itt van ugye a bulik energiája is, tehát lehet, hogy megnő az igényed arra, hogy esetleg elmenj valamilyen buliba, partira, bárhova. Hogyha ez így van, akkor engedd meg magadnak ezt, és egy picit szórakozz, picit töltődj ezek által. És itt a trigon lapjával az jön, hogy csak ráerősít arra, hogy most harmonizálódik az a fajta állapot, amiben benne voltál az elmúlt időszakban. Most ez, hogy kinek mennyire, vagyis hogy mikor volt ez pontosan, azt nem látom tisztán, de hogy jössz ki ebből a negatív, önpusztító, önsorsrontó energiából, ami nagyon-nagyon jó. Mert most behozták egy korábbi vetés, kollektív vetését a skorpióknak, és hát az nagyon-nagyon-nagyon kemény volt, arra emlékszem. Tehát, hogy ott brutál nehéz energiák voltak, és azt látom innen, hogy ahhoz képest egy óriási nagy előre mozdulás ez most a számotokra. Valamiért jön a színház energiája is, tehát hogy lehet, hogy színházba fogsz menni, valamiért jön ilyen jelmezbál jelleg, és tudom, hogy nincs itt az ideje ennek most, de valami van a jelmezekkel, vagy ilyen beöltözős buli. És itt is a trigonból is jön nekem most az élvezetek, tehát hogy erre terelik most a fókuszotokat, hogy hogyan tudod most jelen energiákban élvezni az életet. De nézzük, hogy mit tudhatunk még esetleg. Mi az, amit tudhatunk? Mi az üzenet most a skorpiók számára? Még egy lapot. Azt érzem, hogy ez két nagyon erős személyiség aspektusodat jeleníti meg. Ez a két lap, az egyik az értelmi oldalat, tehát hogy valószínűleg van egy nagyon intenzív és nagyon-nagyon jó elemző képességed, így szét tudod
boncolni a dolgokat darabokra, és szételemezni, ami itt most pozitív értelemben jelenik meg, tehát nem az a fajta energia, amikor valaki túlzottan elveszik a részletekbe, hanem amikor tényleg így elemzel, és értelmi oldalról közelítesz meg dolgokat, és van benned egy nagyon, nagyon erős, stabil energia is, hiszen egy királynő és egy király van itt, ez jelez számomra anyagi stabilitást is, tehát hogy stabilizálódni fogsz anyagilag, vagy már egyébként benne vagy ebben az áramlatban, és újra stabilizálódsz anyagilag, és nincs mitől félned, tehát hogy bármilyen fizetési kötelezettségeid is vannak most jelenleg, meg fogod rá teremteni tehát hogy meg fogod rá teremteni azt, amire szükséged van, és nincs mitől tartanod. Én azt látom, és mint hogyha mutatnál nekem egy kicsit ez a lap is, hogy így nagyon sokat gondolkodsz azon, hogy ezt vajon hogyan fogod kivitelezni, de tényleg itt most egy bátorító üzenet, hogy elő fogod tudni teremteni arra a pénzt, amire kell, vagy bármilyen anyagi forrást meg fogsz tudni találni, amire szükséged van, csak ahhoz szükséged lenne arra, azt érzem egy picit, hogy örömből legyél, hogy szórakozz, hogy megengedd magadnak az életörömöket egy picit. És mit jelöl most itt ez az ász? Mert megmondom az őszintét, hogy ahogy nézem, nem igazán tudok semmit hozzátársítani. Kérhetünk erre egy tisztázó lapot. Így már értem. Lehet az elkövetkezendő időszakban valami olyan ötleted, inspirációd, gondolatod, amiből valamilyen új anyagi lehetőséget tudsz magad számára teremteni. Ez lehet egyébként egy vállalkozás is, mert hogy az ötös házhoz ugye a vállalkozást is kapcsoljuk, tehát hogy valamilyen új ötleted érkezhet, amivel egy vállalkozást tudsz létrehozni, és elhozza a számodra a stabilitást, vagy egy nagyon jó anyagi lehetőség bújik meg mögötte. De ez megjelenhet egyébként nem csak vállalkozás formájában, hanem egy új munkalehetőség formájában is, tehát hogy nem feltétlen biztos, hogy ez csak a vállalkozásra vonatkozik. Bár egyébként nem lepődnék meg, hogyha többeteknél ez vállalkozás formájában mutatkozna meg. Mit tudhatunk még erről az anyagi lehetőségről? Azt érzem, hogy lesz, akinél ez egy baráti beszélgetés által indul el, lesz olyan, aki... Most azt látom, hogy valaki ül a buszon, és az újság vele szemben olvasnak egy újságot, és abból kapja az ihletet. Tehát, hogy ilyen nagyon kicsit ilyen lehetetlennek tűnő, váratlan módokon érkezhet meg hozzád ez az ihlet, hogy hogyan is tudod megoldani itt ezt a helyzetet, amiről beszéltem. Mit tudhatunk még esetleg? Mérleg. Lehet, hogy ez egy levegős jegyű személy lesz egyébként. Tehát ikrek, mérleg, vagy vízöntő, akitől ez az ötlet származik. És valószínűleg ez egy olyan dolog lesz, amihez tanulásra is szükség lesz. Tehát, hogy valami olyat tanulj, amivel még eddig nem találkoztál, vagy nincs benne feltétlen akkora tapasztalatod. Lehet ez egy egyszerűbb továbbképzés, de egy hosszantartó iskola is egyébként, azt érzem. És itt a mérleg lapjában még én érzek valamit.
Megvan, ó, köszönöm. Valamilyen rejtett képességet bontakozik ki előtted. Én azt látom. És ehhez a rejtett képességhez kapcsolható majd ez az ötlet. És pontosan azért kell majd erről tanulnod, nyilván nem a képességről, mert az a tiéd, de ahhoz kell tanulnod majd, hogy ez a képesség kibontakozhasson benned. Ezt látom, kedves skorpiók, de még nézzük meg ezt a két lapot. Az ünneplés kártyája és földanya energiája milyen szépen kapcsolódik ide. Tehát, hogy nagyon intenzíven megjelentek a föld energiák, ami ugye kapcsolatú nagyon szépen az anyagiakhoz. És egyébként az ünneplés lapja, ami megint csak összekapcsolódik nekem. Nem érzem itt az ünneplés lapjából azt, hogy feltétlen bármilyen olyan esemény lenne, amit ünnepeltek, hanem az ünneplés, mint megünnepelni azt, hogy élek, hogy létezem, hogy életörömöt beengedni, és esetleg akár ünnepet csinálni egy sima hétköznapból is az életedben. Pontosan azért, hogy egy kicsit ez a szenvedély energia vissza tudjon áramlani az életedbe. Mert azt érzem, hogy ez nagyon-nagyon hiányzik neked az elmúlt időszakban. És itt a Gály lapjával még érzem azt, hogy érdemes lehet egy kicsit többet tartózkodnod a természetben is, de én azt látom, hogy ezt többetek így magától is tudja, mert most van a víziómban, hogy valaki sétál a vízparton, hogy mereng, ahogy nézelődik, szóval valószínűleg többetek szeret is vízparton lenni, meg egyébként sokat is szokott járni. A horgászat is jön, hogyha teheted, menj horgászni, hogyha szeretsz nyilván. Nagyon lecsendesedtek az energiák. Úgyhogy kedves skorpiók, én ennyi üzenetet tudtam most a számotokra átadni. Bízom benne, hogy hasznos információkat találtatok benne. És köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok, kedves nyilasok! Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket is. Nézzük is akkor, hogy mi számotokra most az üzenet. Mielőtt felfordítanám a lapokat, megpróbálok nektek is csatornázni. Azt hallom, hogy ébredező erő. Narancssárga színt látok, amiben kinyílik egy lótuszvirág. Azt hallom, hogy szabadabb önfelvállalás, önmegismerés, belső értékek felfedezése, rálátás a belső értékeimre. Valami útnak indul, valamit te indíthatsz útnak, egy nagyobb terv, egy álom. Valami a virágokkal kertészkedés. Valamit igen elültetsz. Illetve ez most szimbolikusan nekem azt is üzeni, hogy az elvetett magok, amiket elvetettél, azok most bújnak ki a földből, és most látod a gyümölcsét azoknak, amiket annó nem látok konkrét időszakot elültettél, és amiért tettél. És most megérkezett egy ilyen szomorkásabb energia is, valami miatt.
Mihez kapcsolható? Mert csak átjárt egy ilyen szomorúbb energia, de nem kapok róla információt, hogy pontosan mi lehet ez. Miért jelent meg ez a szomorú energia itt? Annyi jön még, hogy lemondás. Nagyon érdekes, mind a három jegynél megjelent ez a lap, azt hiszem, mint hogyha az örömökről mondtál volna le, az életörömökről, vagy hogy te azt gondolnád, hogy le kellett, hogy mondj, vagy le kell, hogy mondj ennek a célnak az érdekébe az örömökről, igen, az életörömökről, a szenvedélyről, a boldogságról. Olyan, mintha valaki azt mondaná, hogy de én ezt önként tettem. Mit tudhatunk még erről? Miről kell mondani a nyilasoknak? Kelyek 10 a fő energia. Úgy élnétek meg, minthogyha valamilyen cél miatt le kellene mondanotok a vágyott szerelemről, a vágyott párkapcsolati képről, azért, hogy haladni tudjatok, hogy tanulni tudjatok, hogy el tudjatok mélyülni abba az adott dologba. Nagyon, nagyon ilyen számomra is kicsit nehezen értelmezhető energia mutatkozik itt meg. De ez jó, hogy igen, mintha erről mondanátok le, mintha úgy gondolnátok, hogy erről kell lemondanotok azért, hogy haladni tudjatok, hogy mintha nem férne bele mind a kettő, mintha választanatok kellene. És most a kelyek 4-es energiája jelenik meg a lelki szemeim előtt, mintha jönne egy lehetőség, jönne valami, kínálna valamit az univerzum, de nem fogadnátok el, azt gondolnátok, igen, hogy nektek erről le kell mondani. Ne haragudjatok, de nem tudok erről többet mondani, mert nem mutatnak nekem sem mást. Itt hagyom a lapokat, és hát, ha kapunk még erről információt. Az aszcendens lapját kaptátok, és a mystery lapját. Abszolút megjelenik valami nagy-nagy változás. Ugye az aszcendens a külső szerepszemélyiségünk, és ezt nagyon szorosan tudnám kapcsolni az önfelvállalás energiájához, ami megjelent a csatornázott üzenetben, hogy mélyebben meg tudjátok magatokat mutatni. A világban, mert ugye, ahogy megjelenek a világban, az is az ascendenshez kapcsolódik, mint hogyha... Most egy ilyen szituációt látok, mint hogyha valaki visszaigazolná azt a fajta külső, vagyis belső változást a külsődön is, mint hogyha valaki arról erősítene meg, hogy ragyogsz, milyen gyönyörű vagy, mennyire látszik, hogy jól vagy. És itt jön valami ismeretlen energia. Lehet köztetek olyan egyébként, ami
vagy ilyen misztikus energia, bocsánat, lehet köztetek olyan, aki pontosan ez a terv, ez a cél, amit kitűztetek most magatok elé, kapcsolódik valamilyen spirituális tevékenységhez, lehet ez vállalkozás is egyébként, tehát hogy lehet, hogy ehhez kapcsolódóan indítotok valamilyen vállalkozást. Erősödő intuíciót érzékelek nagyon intenzíven. Mint hogyha így nyílna ki számotokra most a spirituális világ. Mit tudhatunk még erről? Hogy ránéztem erre a lapra, nagyon intenzíven jött egy elhunyt szerettednek az energiája, aki lehet, hogy valamilyen formában kapcsolatot szeretne veled létesíteni, és üzenni szeretne valahogyan. Az jön, hogyha érmét találsz, akkor tudd, hogy ő szeretett volna neked üzenni. És valamiért még a piros cipőfűző jön. Nagyon érdekes, hogyha piros cipőfűzőt látsz, akkor is ő az, aki szeretett volna neked üzenni ezzel kapcsolatban. De el is vették ezt az energiát, tehát hogy nem érzem úgy, hogy ebben mélyebben bele kell, hogy menjek. De mit tudhatunk még itt erről a mystery energiáról? A világlapját kaptad meg, azt gondolom, hogy ezek a dolgok, amik zajlanak az életedbe, egy olyan irányba vezetnek, ahol pontosan tudni fogod, hogy ki vagy, merre tartasz, mi a szereped a világban, és mélyebben láthatsz rá által az univerzum összefüggéseire is, így a sorstörvények jönnek, úgy, mintha kezdenéd érteni a sorstörvények működését. Tudni fogod, hogy merre tartasz, hová mész, mi az irány. Mit tudhatunk még? Nagyon zavarosak még az energiák, én azt látom már, mint hogy olyan értelemben, hogy olyan nagyon-nagyon mély konkrétumokat nem látok. Pontosan, de valószínűleg pontosan ezért az energia miatt is, amit ez a mystery lap képvisel, hogy ilyen azt várja, hogy te fedezd fel, és menj egy picit az ismeretlen irányába, haladj a felé. Mit tudhatunk még? Mi az üzenet most a nyilasok számára? Igen. Az uralkodó lapja, és az anyagiak materiális betakarítás tulajdonképpen. Ez abszolút rezonál azzal, amit mondtam, hogy amit elültettél, az most érik oda, hogy leszüreteld, és meglásd, hogy mi az, amit elvetettél, és mi az, amit most ad neked ez. És itt az uralkodó lapjával valamilyen nagyon erősen, valamilyen apa energia jön, hogy érdemes lehet esetleg az
apasebbel, apai minőséggel dolgoznod, mert hogy szorosan kapcsolódhat egyébként az anyagiakhoz való hozzáállásod, vagy az anyagiakhoz való működésedhez az, hogy hogyan vagy az édesapáddal, milyen, mennyire van megdolgozva benned az az apasebb. Mi az üzenet itt még? Mert azt érzem, hogy van itt még valami. Most azt hallom, hogy nagy-nagy lezárások. Valamit magad mögött hagysz. Fú, ne haragudjatok, hogy ilyen zavarosan beszélek én is, de itt most az energiák is ilyen nagyon zavarosak, és itt a szó, nem érzem azt, hogy negatív értelmében lennének zavarosak, hanem egyszerűen még annyira nem látszik az út tisztán, mert azt úgy pontosan nektek kell kijelölni. Mit tudhatunk még, ha tudhatunk valamit? És hiába keverem a kártyát, nem jön több üzenet. Megnézzük akkor ebből, hogy mit tudhatunk még esetleg. A kilátások azok mindenképp biztosan, hogy jók, és nagyon gyorsan változó energiák vannak itt körülöttetek, én azt érzem. Viszont így tényleg olyan, mintha elvágták volna most az energia szálat, és hogy így nem is tudok nagyon mit mondani tovább. Ilyen sem nagyon volt még, szerintem, amióta videókat készítek, hogy így ennyire lekapcsoltak volna az energiákról. Hát azért még ezt a két lapot megnézem nektek, de nagyon, nagyon furcsa. És tényleg ilyen nagyon, nagyon ködös még, azt látom. De az biztos, hogy amit elvetettetek, az most gyümölcsözni fog. És a türelem lapját kaptátok, és az elég jó vagy. Azt érzem, hogy ez abszolút az apai vonalhoz kapcsolódik, ez az elég jó vagy energia, minthogyha nem feltétlen éreznéd magad elég jónak abban, amit csinálsz, vagy amit csináltál. És olyan, mintha a lemondás is azt a... ez most egy nagyon specifikus üzenet lesz. És azt érzem, hogy többeteknél nagyon mély. De mintha azért akarnátok lemondani ezekről az életörömökről, hogy be tudjátok bizonyítani ennek az apai energiának, hogy ti elég jók vagytok. És hogy mindent erre tesztek föl. És a másik energia meg az, hogy azért akartok lemondani erről a vágyott képről, mert esetleg az édesapátok sem élhette meg a viszonzott szerelmet abban a formában, ahogy szerette volna. És ezt lenne érdemes itt átdolgozni. A türelem lapjával pedig azt érzem, kedvesek, hogy többeteknél zavaró lehet ez, hogy még ti sem látjátok pontosan kristálytisztán, hogy merre, és egy kis türelmet kérnek, és türelemre intenek, hogy ne kapkodjatok, hagyjátok meg most ezt a folyamatot, amin keresztül mentek. Ezzel tudjátok a leginkább segíteni, illetve azzal, hogy
hogy ezt itt megvizsgáljátok magatokba, és átnézitek, hogy ez mennyire rezonál veletek, hogy mennyire akarjátok bebizonyítani bárkinek is, hogy ti elég jók vagytok, hiszen azok vagytok. De hogy ez hogyan kapcsolódik az apasebetekhez, ezt érdemes lenne feltárni. Viszont ebben a folyamatban is legyetek magatokkal türelmesek, mert én azt érzem, hogy ez többeteknél ilyen elég légszomjam is lett egy picit, tehát hogy ilyen eléggé nehéz és nagyon-nagyon mély energia. És az is lehet egyébként, hogy ez kapcsolódik ehhez az elhunyt szerethez, tehát hogy már nem él az édesapátok, és ő, de még mindig neki akartok bizonyítani. Hát, kedves nyilasok, nagyon-nagyon sok türelmet kívánok nektek, és gyógyulást ebből az energiából. A terveitekhez, céljaitokhoz pedig nagyon-nagyon-nagyon sok sikert. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!